óriás, egy olyan hajlapfúró, rég használt, az előző generáció által fodrász nem használt lakfújó, ami most már grafikai eszközé lépett elő. Ennek az egyik végét teszem bele a tusba, másik része, amely derékszögbe van hozzá erősítve, az tulajdonképpen permetezi a tuscseppeket. Van egy gondolatom, és azt a képelemet legelőször meg teszem fel, oda, ahová gondolom. De most ebben az a nehéz, hogy közben, ami fehér, azt nekem ki kell fednem papírra, hogy ott ne érje a tuspermet. És akkor így valami elmozdulhat és módosulhat. És akkor utána ezt leveszem a papírokat, és utána teszek fel egy másik faktúrát, vagy teszek fel, vagy nem, kifedő folyadékkal, vagy ezzel a tézapapírragasztóval, vagy egyszerűen raselhálóval, amiben ugye a krumplit teszik, meg a hagymát, vagy olyan hálóval, amit a kőművesek használnak erősítéshez, vagy akár légycsapónak a negatívjával, vagy bármi, amit el tudunk gondolni, vagy magam által készített klissét felteszem, és akkor tovább folytatom azt a műveletet, hogy kifedem, amit fehéren akarok hagyni, mert a fehér ugyanúgy szól a grafikában, mint a fekete. És akkor így végig megcsinálom, megnézem, hogy az jött ki, amit én elgondoltam, módosítok rajta, hogyha szükség van rá, és utána veszem elő az angoltollat és a tust, és akkor azokat a részeket, amelyeket erősíteni kell, azokat pontozással erősítem és tussal, vagy kihagyom ott, ahol valamit mondani akarok valamilyen célzattal. Ma minden irányzat keveredhet, és vannak összetett irányzatok, például engem, Bálványos Huba, aki felvett engem alaptagnak, tehát azt mondta, hogy lírai szürrealista vagyok. És ez még mindig így van. De akkor azt is mondhatnám, hogy már lírai szürrealista absztrakt is vagyok. Nem tudom, hogy ezt, lehet-e ezt a három kifejezést egymás mellé tenni, vagy hogy melyik hat belőle erősebben, vagy mikor melyik hat, vagy hogy van ez. Ezt már én magam se tudom. Úgyhogy ezt látják a gyerekek, hogy nagyon nehéz ebbe eligazodni, és én próbálom őket afelé irányítani, az előzetes tudásanyagok felé, amit az irányzatokról tudnak, hogy felleljék a modern művészetbe ezeknek a vonásait. És lássák azt, hogy itt tulajdonképpen semmilyen szabály nincs, majdnem minden szabad, és az zavarja meg őket, hogy vannak olyan műalkotások a modern művészetben, amelyek, mintha teljesen nélkülöznék a szakmai tudást, ez engem is zavar. Azt vettem észre magamon, hogy a tájban már egy idő után másképp rajzolom a lombokat, másképp jelölöm a térrétegeket, egy kicsit másképp, egy kicsit egyszerűbben, aztán még jobban leegyszerűsítettem, és végül, mikor lemeztelenedett a képelem és szimbólumá vált, akkor viszont az az igény jelent meg előttem, hogy azért a természetből vegyek olyan formákat, amelyek értelmezhetőek és hozzátársíthatók ahhoz az elvont szimbolikus formához. Tehát elhatározásnak nem mondhatnám, hanem ez egy lassú folyamat, amely néha megállt, volt úgy, hogy évekre is megállt, vagy esetleg hónapokra, ezt nem tudom megmondani ennek a ciklikusságát, de mindig függött attól, hogy milyen környezeti hatások érnek, mert én nagyon érzékeny vagyok az aktuális környezeti hatásokra. És még ma is ott tartok, hogy keresem a természet és a társadalom összefüggéseit, azokat az összefüggéseket, amelyek tetten érhetők a természeti formákból. Nagyon nagy dolgot a rajzolásnak nem tulajdonítottam. Lehet, hogy ez azért is volt, mert apám az akkori akadémiának nevezett képzőművészeti főiskolát végezte az én apám, tehát középiskolai rajztanár volt, és úgy valahogy a vérkeringésekben volt ez, ennek a szeretete, meg hogy én is rajzolgattam. A legelső rajzomra tisztán emlékszem, hogy két vagy három favágó jött ki az erdőből, a karjukra akasztva a baltával, és ezt tussal rajzoltam, ezt nagyon élveztem. És akkor utána szünet következett, akkor középiskolás voltam, Pár Gyula vezetett szakkört, aki akkor Demecserbe élt, és átjött Kisvárdára, ott vezetett a középiskolásoknak szakkört, és ott egy kicsit felerősödött ez bennem. És a művészettörténet tanárom a középiskolában ezt felismerte, és erősítette bennem. Aztán utána nagyon sok választás akkor nem volt, mert én nem csinálok abból titkot, 45-ben születtem. Abban az időben, mikor én középiskolás voltam, 60-65 körül,
akkor nem nagyon lehetett választani a női szakmákba. Úgyhogy anyám azt gondolta, hogy na, egy tanárképző főiskola, és akkor így kerültem Szegedre, magyar rajszakahoz ragaszkodtam. Egerben nem sikerült, mert ott előfelvétel is katonafiúk voltak. És akkor ezt elvégeztem, és én még akkor is csak sima rajztanár voltam, és annyit rajzoltam, amennyit kértek. Talán nem is éreztem, hogy másképp látom a világot, de néha olyan visszajelzések jöttek, hogy én másképp látom a világot, az életet, és más a felfogásom a környezetemből, ilyenek jöttek. És akkor elvégeztem a főiskolát, és ezt el kell mondjam, mintha egy csoda történt volna, kikerültem Ajakra tanítani, ez Kisvárda mellett van. És ott egy osztályt kaptam, és főleg magyar tanítottam. És eltelt 3 év, és egyszer csak Nyíregyházához közöm nem volt. Ezt mindig el kell, hogy mondjam, és innen Nyíregyházáról gyakorlóiskola igazgatója kijött, és hívott engem oda ide tanítani a gyakorlóba. Hát ezt nem tudom, hogy jutott pont én az eszébe. És akkor az osztályom nagyon elszomorodott, ezek a falusi gyerekek, és akkor mondtam, na döntöttem, még maradok veletek, mert hetedikesek voltak, és úgy jöttem át ide. Ezt röviden így tudom elmondani, egy csoda volt, és akkor így bekerültem a gyakorlóba, és itt ráfordultam arra, hogy rajzoljak. Ugye bemutatókat tartottam, egyik pillanatban 7 éves gyerekekkel beszéltem rá egy órára, 22 évesekkel. Aztán utána, még most itt folytatom, hogy utána középiskolákba kerültem, nyugdíjam után, művészetibe, és stb. Stb. És így minden korosztályon megismerkedtem, sőt, még másoddiplomásokat is tanítottam a főiskolán, a pszichológia hívott oda, úgyhogy kommunikálni megtanultam, minden rálátást megtanultam, és egy belső vágy volt az, hogy minél többet tudjak meg a szakmáról, és ezt művésztelepeken is tudtam bővíteni. Ami azonosítható forma és formák, azok a gyöngyhöz hasonló kis alakzatok, amelyek nagyban megismétlődnek, és ezek a fűszálak, amelyek a képnek a jobb oldalán vannak. Ezzel hoztam még ide a természetet. És nem tudom pontosan megmondani, mert utána már elkalandoztam egy kicsit jobban a kelletétől, és nem is tudtam ennek más címet adni, mint az, hogy mindig ez van. Mindig ez van, hogy ezek a dolgok előfordulnak, elénk kerülnek, hol nagyobb jelentőséget kapnak, hol kisebbet. Az a helyzet, hogyha ránézünk egy képre, akkor az első az, hogy mi az, ami először a szemembe tűnik, mi az a dolog. És ha megtaláltam, akkor ahhoz körítem a többit. És akkor ezzel már meg is van a kompozíciónak a lényege, hogy az, amit én fontosnak találtam, az hova tettem, pont középre, ugye tudjuk, nem szabad tenni, mert ami pont középen van, az nem kap figyelmet, ne legyen szimmetrikus, és vannak ilyen szabályok, amiket az ember tanultam, mert természetesen alkalmaz. Itt, ami egyből szembe tűnik, ezek a kör alakú dolgok, ami akár a nap is lehet, akár a mag is lehet, akár kezdemény is lehet, akármi, és amit hozzátársítunk, azzal együtt adja majd meg a mondani valóját. De mivel egy ilyen nagyon, hát így mondhatom, általános címet adtam, hogy mindig ez van, ezért majd mindenki kibontja magának, ahogy Eco mondja a nyitott műve, azt, amit ő érez, ami hatást rá tett ez. Én nem tudok a festészetből absztrakt lenni. És ha az vagyok, akkor érzem, hogy az egy ügyetlenség, ha absztrakt vagyok a festészetben. Tehát realista vagyok a festészetben. Nagyon élvezem a realizmusnak minden kis apró mozzanatát. De nem tudok elvont lenni. De érzem, hogy ahhoz nekem több tudásom kellene a szintamból. A szintamban úgy körülbelül vagyok ott, mert ugye nem vagyok festő, és nem akarok szakmaiatlanságot elkövetni. Ezért megmaradok a realizmusnál. Ott otthonosan mozgok. Mm. 1970-ben kerültünk mind a ketten Nyíregyházára, ő Pestről, én pedig Ajakról. És akkor ő jött a csoporttal hospitálni, és akkor én megkérdeztem a nevét, mondták Horváth János. Aztán utána hospitált, aztán elment, és egyszer összetalálkoztunk a 8-as buszon, és akkor rájöttünk, hogy egy helyen lakunk, szolgálati férőhelyen, amely most a Givi épülete, ott a Sóstói úton.
És akkor a közös érdeklődés meg a szimpátia összehozott minket, és így mindszorosabbá vált a kapcsolat. És aztán 72-ben már össze is házasodtunk. Engem ő nem tanított. Nekem csak mondott dolgokat. Mondta, hogy csinálj vázlatot, de én soha nem csináltam vázlatot, nem éreztem szükségét, mert úgy éreztem, hogy akkor nem hagyok teret a módosításoknak, ami a grafikában azért bőségesen megvan. Kezdetben inspirált ez engem nagyon, de később voltak olyan szakaszok az életünkben, amikor egy kicsit ez versengéssé vált. Sokat tanultam tőle. És talán a sors hozta így, hogy ő akkor jött le Pestről, én meg akkor jöttem fel faluról. Valami sorszerűséget érzek benne. Az anyám halálához kapcsolódik ez az akvarell. Az a címe, hogy a világ végén már minden szép és jó. Efelől gondolkoztam, és összehoztam az eget és a földet. És próbáltam ilyen megfoghatatlan formákat kialakítani, mert ez az egész halál, ez olyan érthetetlenül gomolygott bennem. A 21-ben, amikor férjem meghalt, akkor nem annyira tudatosan, de mégis gondolkoztam felőle, és az egyik képemben az ő elmaradhatatlan vászunk alapjai egyikét hoztam elő, meg egy mikrofont, és ezzel arra utaltam, hogy ő nagyon sokszor osztotta a nézeteit az emberekkel, és ő csak egy ruhadarabjával idéztem meg, és a dolgait, az elméletét pedig csak egy tárgyal jellemeztem, mert hiszen ha nem így teszem, akkor az már nem lesz, nem én leszek, nem lesz benne az az elvontság, ami én ma már vagyok. Nehéz volt csinálni, de a végén megkönnyebbültem. Hát végül is 49 évet éltünk együtt. Van, aki annyit nem él összesen. Szóval gondolok rá. Meg hát tovább élő a gyerekeinkben. Két fiunk van, már ők 50-en felül vannak. Nem ezzel foglalkoznak. 6 unokám van, ez nagyon fontos, 3-3. 3 lány és 3 fiú. Ezek a legfontosabbak nekem. Az unokáim. A legkisebb azt mondta, hogy mama, konkrétan szeretlek. Ő most 5 éves. Mindegyiknek van valamilyen mondata. Ez nagyon fontos nekem, meg az, hogy a kocsim jól működjön. Tehát a szeretet, az unokáim és a szabadság. A szabadságot nekem az autó jelenti. Én már amit mostanában csinálok, ez elég lehangoló, de mégis mondom, hogy amit most csinálok, már csak azért teszem, hogy majd az unokáim mondják, hogy ezt is mama csinálta. Hogy jó nyomot hagyjak bennük, és minél több időt, szeretetteljes időt töltsek el velük, mert mindenki tudja, akinek élnek, vagy volt kapcsolata a nagyszüleivel, hogy nagyon fontosak a nagyszülők. Legalább annyira fontosak, mint a szülők. Sokat gondolok most is rájuk. Nyomot hagytak bennem.